beszélgetünk a papbácsival, és valaki megfogja a vállamat, és ő az. Azt mondja, ugye megismer, mondom, persze, hogy te ismernélek. Abba az ölelésben minden már volt. Én életemben először az úgynevezett rendszerváltási időszak után 90-ben voltam Erdélyben, Székely udvarhelyen. Éjszaka érkeztünk meg, és ugye a bennem lévő régi történelmi tudás abszolút nem segített abba, hogy ott kik élnek, hogy vannak, milyen körülmények között. Egy magyar családhoz mentünk, és hát magyar család természetesen Székely udvarhelyen 99% magyar volt már akkor is ez az egész történet. És a lényeg az, hogy amikor megérkeztünk Lajos bácsiékhoz, lehetett érezni és látni azt, hogy nekik nem egyszerű az életük. Egy késő esti beszélgetés után egy rövid alvással reggel, amikor felébredtem és kimentem, a legnagyobb megdöbbenésemre, ami volt, mindenki magyarul beszélt, akivel találkoztam. Ez egy olyan megdöbbentő dolog volt a számomra, annak ellenére, hogy tudtam, mert hiszen a barátaim, akikkel mentem meg, akik vittek, egy Filip Jakab, Totyó Matildáék nevezetek, akik gyakorlatilag belém plantálták és megfertőzöttem Erdélytől. Ez volt az az időszak. Akkor eldöntöttem azt, hogy a legközelebbi lehetőség, amikor adódik, én a mostani nyelven fogalmazva a keleti nyitásnak leszek a híve, és bátran kell mondanom, hogy a nyugati falóval utazásaimat idézőjelben majdnem mondani azt, hogy nagyon lekorlátozoltam, és hogyha 2005-re beugrunk, amikor elindult az a fajta intenzív erdélyi kapcsolat, aminek a része az, hogy én saját magamat úgy szoktam definiálni, hogy az a magyar, aki a magyarsággal sors közösséget vállal. És ez a történet elindult, viszont ehhez az kellett, hogy itt Kejda Kustányba, amikor én 2002-ben polgármester lettem, nem mint hogyha előtte a falu sorsa nem lett volna fontos, hiszen előtte 6 évig voltam képviselő is, de valahol mégis más aspektust öltött az a dolog, hogy valami nincs rendben itt ebbe a faluba, hiszen 2005-öt számolva 13 éve nem volt plébánosunk, aki helyi volt, filéliaként működött, de az nem ugyanaz. Maga az egész egyház környezete, meg az egész kultúrház környezete egy nagyon rossz állapotot tükrözött. És akkor barátaimmal beszélgettünk, és az egyik ilyen komoly kehidai kötődésű, Pál Imre, aki igaz, hogy Budapesten lakik, de izig-vérig kehidai és helyi történész ebbe a tételbe. És az volt a kérdés, hogy mit csináljunk, mi az, amitől el tudunk indulni egy olyan vonalon, ami meghatározza településünk életét. És akkor úgy döntöttünk, hogy mivel 2005. április 2-ára tagsáljuk a Kejda Kustányi templomunknak a felszentelésének a 250. évfordulóját, ezt valahogy meg kellene úgy szervezni, hogy az emlékezetes legyen, hiszen elődeink 250 évvel ezelőtt fölépítettek a templomot. A templom nagyon rossz állapotban volt, ezt fel kell javítani, el. És akkor azt mondja Imre barátom, hogy figyelj ide, én voltam lent újévkor Gyimes felsőlokon, és van ott egy iskola, ahol van énekkórusa, és ezt az énekkórust kellene elhozni. Mondom, jó, rendben van, és hogyan? Szóval figyelj, én ott beszéltem egy emberrel, Deáki Andrásnak hívták, az egy nagy magyar, és ott helybe csinálja a dolgokat, és ugye a Gyimesbüki vonat, az a bakterállomást a Deáki András bonyolította. Attól, hogy ott most az a rendezvény van, és ugye megy a vonat oda, az Andrásnak a köszönhető. Ő újítatta fel a bakterházat, természetesen budapesti kötődési emberek segítségével. Azt mondom Imrének, hogy figyelj, de jó, rendben van, de hát akkor ezt meg kell szervezni. Szóval figyelj, de hívjad fel a Berszán atyát. Berszán atya a Gyimes felsőlakis Szent Erzsébet gimnáziumnak az igazgatója. Mostan telefon, minden, felhívtam Berszán atyát, ismeretlenül először elmondtam neki, hogy mi a történet.
Igen, hogy odáig eljutottunk, az azért volt érdekes, mert nekem Böjte Csaba volt benne a képben, ugye gyerekek, mindenképpen gyerekekbe gondolkodtunk. Igen, de Böjte Csaba nem tudta vállalni, mert ugye ez egy iskola időszak van, és azért ő mégis csak egy sima, normál általános iskola, és ő nem tudta vállalni, és akkor így gondoltunk, hogy gimnázium az egy más történet. Azt kell erről tudni, hogy első beszélgetésünkben Berszámatja annyit mondott, hogy ő nem lát ennek akadályát, meg kell szervezni, és hívja majd vissza, és akkor elmondja, megbeszéli ott a dolgokat. Másnap ugyanúgy visszajöttük, és azt mondta, hogy rendben van. Természetesen minden költséget mi vállaltunk. Imre bonyolította a buszt, Székelyudvarhelyen, Farkas lokálet megrendelve, tehát onnét jött a busz, onnét oda vitte a gyerekeket, és akkor mi 2005-re elhoztunk ide 50 gyereket, a Szent Ezsebi Gimnázium énekkorusát, és ezek a gyerekek énekeltek itt a templomban. És hogy teljes legyen azért a kör, azt tudni kell, hogy ez milyen nagy dolognak számított, amikor itt, Kehidakustányban, ahol filéliaként működött az egyház, három pap mondta a misét, három pap prédikált, és mind a három erdélyi volt. Berszán atya, Maros Ludasi Ambrus atya, Gelencei plébános. Ez egy hihetetlen dolog volt, és ez annyira áthatott mindenkit, hogy utána nem volt kérdés, hogy ennek a kapcsolatnak folytatásának kell lenni. Elmentünk akkor ősszel Gyimes Felsőrokra a tavasszal a kicsengetésre, szeptemberben pedig a magának az iskola megnyitója, úgy ott szeptember 15-én van. És akkor mondom Berszán atyának, hogy én tudnák vállalni gyerekeket segíteni, hogy tanuljanak itt helybe. Te légy szíves, mondjad meg, hogy kik érdemesek arra. Azt mondja, mi sem könnyebb ennél, itt nagyon sok rátermett érdemes és rászorult olyan gyerek van, aki ha esetleg nem kap segítséget, nem nagyon fogja tudni továbbvinni a tanulmányait. Mondd meg, kik azok. És akkor mondta, hogy Vaszi család, 12 gyerek van. Na mondd meg, hogy kik, akik itt vannak. Kettőre gondoltam, aztán négy lett. Tehát nincs neki jelentősége. Akkor van egy másik leány, aki a nagyon kellene, Szidóniának hívták. Ők egy év folyamat Erikával, Ágott a kisebb, egy évvel, hanem rendben van. Mondjad meg azt, hogy mi az, ami kell ehhez, és akkor felveszük a kapcsolatot a családdal. És innéltük kezdve a családdal, az mai napig is megvan a barátság az egész tagjával. És ugye ennek most 10 éve, azóta a gyerekek elvégezték ott a gimnáziumot, azóta Erika elvégezte Modern Tudományok Főiskolájának a képzését Székelyudvarhelyen. Azóta Ágota ugye szakmunkás lett, Szidónia elvégezte Csíkszeredán a Bájbzsóvajnak egy kihelyezett tagozatát, Szánteken. Egyedül vele nem maradt meg ugye a kapcsolat, mert megvan a kapcsolat, de nem találkoztunk már 2 éve, mert ő közben külföldi munkavállalóba ment. Tehát ő nem az a típus lett, aki azt vállalta, hogy ott maradt helybe. De hogy mennyire érdekes a dolog, hogyha lehet, én ezt felolvasnám, amikor, tehát ez úgy szokott működni, hogyha nekik, tehát volt egy folyamat, amikor mentünk személyesen, és akkor rendeztük azt a cenket, amit kellett. Később már, amikor ugye sűrűbben kellett ezt a dolgot rendezni, akkor simán egyszerűen mindenkitől bekértem a bankszámlaszámlát, vagy nyisson, és akkor simán átutalásra elküldtem azt a támogatást. Cél az volt, hogy olyanokat segítsünk, akik ott maradnak a szülőföldön, és tovább viszik a magyarságukat. Az egy más történet, hogy nyilvánvaló adódott olyan, akinek esetleg az életútja úgy volt, de akkor segítettük, mert ő dolgozott itt Vácon a nyomdába is. Tehát pénzt kell keresni, mesélni.
És akkor ugye a sok minden dolog, ami nem is nagyon érdekesek, abszolút nem számít az, hogy mikor a leveleket írják mindig, hogy itt köszönhetik, mondták, hogy nem kell köszönni. Írjad meg, hogy mire van szükséged. Amíg borjunk, segítsük. Ha én már esetleg nem, nekem vannak gyerekeim, van családom. Barátok segítettek a végén, mert már ugye azért az egy kicsit erős volt, és sok kellett. Azt mondja, és azt írja, amikor ugye voltak a ballagások, és akkor mindegy elküldte meg, jó, természetesen a kicsengetésen ott kellett lenni. És akkor azt írja ez a leány egy képen, amikor ugye beszélgettünk vele telefonon, és mondtam, amikor írod a leveledet, nem kell köszönni, ez természetes, elvégzitek, és utána mentek az életbe. És egy alkalommal egy levélben, amikor írt egy ilyet, és akkor beletette a fényképét, és azt írta, hogy megszülettem, hogy ember lehessek, megszülettem, hogy valamit tehessek, hogy próbálkozzak. Legyek bár koldus vagy király, oly mindegy, csak ember legyek. Tehát ezt nem nekem írta rólam, hanem magát. Tehát azzal, hogy egy kicsi kis szegmens segítséget valahonnit, valakitől kapott, mert a családja nem tudja megadni. Ehhez hasonló történetek voltak. Akkor, amikor az érettségi ballagásuk volt, tehát Erikának is és neki is, és én lementem, és akkor vittem plusz dolgot, és akkor megkérdeztem Erikát, hogy Erika, van neked itt az osztálytársaid között olyan, aki esetleg nem várhat senkitől semmit most ezen a kicsengetésen? És azt mondja, igen, azt mondja, Jonella van, aki biztos, hogy nem fog tudni, mert közben, amikor én ezeket a gyerekeket szoktam segíteni, vagy amikor lementünk, akkor mindig úgy is vittem egyéb dolgokat, amit az osztálynak. Tehát annak az osztálynak, amiben ez a két leány akkor volt. És Jonellának is volt egy támogatója, egy zalaegerszegi, de valahol megszakadt a kapcsolat, volt, amikor én vittem le az ő támogatását, és akkor, jó, mondom, rendben van, én hoztam külön még csokrot, meg külön kis segítséget, ami arra kell. És akkor gyorsan oda mentünk Jonellához, és akkor mondom neki, hogy figyelj ide, ezt most konkrétan személy szerint te kapod. Ez hihetetlen volt. És amikor végeztek, akkor kérdeztem tőle, hogy Jonella, te úgy tudom, hogy Marosvásárhelyre mész, és te eltökélted magad, hogy te orvos fogsz lenni. Nagyon jó tanuló volt. Berszán atyától van ugye minden info. Azt mondja, igen. Jonella, ha Marosvásárhelyre mész, ha gondod van, szóljál, mert van ott is lehetőségünk, hogy tudjunk segíteni. És amikor ő elment, és elment az orvosi egyetemre, és ott volt, és akkor amikor én mentem Marosvásárhelyre Hajnal Gyula barátomhoz, Hajnal Gyula az egy 36-szoros román válogatott labdarúgó focista, a Gyula. És ugye én ott a Ritz familiát, amit ismertem, akik nem voltak akárkik a maga idejében, és mondom a Gyulának, figyelj a Gyula, ezt a leányt meg kellene keresni, és meg kell nézni, hogy bírja-e egyedül, kell-e valami. És megkerestük, és fölmentünk az egyetemre, és megkérdeztük, hol van, és kihívtuk, és beszéltünk. Annyira meg volt lepődve a leány, azt mondja, hogy polgármester, hát itt is megtalált. Mondom, igen, igen. És azt mondja, hogy nagyon szépen köszöni, mert neki sikerült egy pályázat, és ő akkor ezt, jó, mondom, figyelj ide, a telefonszám megvan, itt van a Gyula, ha ne találtál, nem tudhatod. Akkor számíthatsz a segítségünkre. És ennek a történetnek itt még azért úgy nincsen vége, mert ugye közben pörögtek az évek, mentek, és Jonella doktor lett, és végzett. És tavaly, amikor voltam szeptember 15-én a tornaterem avatón Gyümes felsőlokon, és beszélgetünk a papbácsival, és valaki megfogja a vállamat, és ő az. Azt mondja, ugye megismer. Mondom, persze, hogy ne ismernélek. Abba az ölelésben minden már volt. Szóval ezt nem lehet szavakkal elmondani. Ezt az egész Gyimes felsőloki történetet Berszán atyával kapcsolatban, Deáki Andrással, Piroskáékkal, tanárokkal úgy tudnám összefoglalni, hogy
a végén nem én adtam, hanem én kaptam. Majd ha érdekeink nem különválva, hanem egy nemzetközi közérdekben egyesülve fognak őrt állni a haza, a király és a törvény mellett, és együtt segítik elő az ország virágzását, akkor lesz betöltve azon kötelesség, mellyel hazánknak és önmagunknak tartozunk. Ez egy idézet Deák Ferenctől. Most, amiben élünk ebbe a rohanó-romló kemény politikai világba, és nekünk megadatott az a dolog, hogy olyan Magyarország vezetése, aki lehetővé tette, hogy állampolgársági esküt tegyenek, visszakapják, és magyarként érezzenek, és én bízom abban, hogy én még megérem azt, hogy normál választók is lehetnek, mert ez csak úgy tud kiteljesedni. És azok az emberek, akik vállalják, hogy ott maradnak, és továbbra is magyarok maradjanak, azok a székely emberek, magyar emberek, azok megérdemelnek mindenféle támogatást és segítséget. Amikor jött az állampolgársági eskütétel, a legnagyobb megtiszteltetés az volt, hogy Berszán atya úgy döntött, hogy ő itt, a Deák kúriába teszi le az esküt, mivel nekünk Berszán atya diszpolgárunk is itt a településen, és hát azt az egész történetet ugye könnyek nélkül nem lehetett levezényelni, megcsinálni senki részéről, hogy azt mondja Berszán atya, amikor megvolt az egész történet, és ugye mi tettünk egy olyan idézetet az egészre, hogy állampolgársági esküke idakustán 2011. augusztus 21. és mégis magyarnak szám kivetve, lelkem sikoltva megrid. Édes hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad. Tehát annak ellenére, hogy ő magyarnak született, és magyar volt, csak elvették a magyar állampolgárságát. És amikor megvolt az egész, az első szava az volt, hogy nehéz ezt is így. Ha hazamegyek, elmegyek édesanyámhoz a temetőbe, és elmondom neki, hogy az vagyok, aki megszülettem. Egyszerűen nem lehet, ezek olyan érzések, hogy még mai napig is így kijönnek az embernek a könnyei. És akkor azt mondjuk, hogy mi itt Magyarországon magyarként nehezen élünk. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz. Tehát visszacsatolva, abba biztos vagyok, hogy az én családomnak az élete és az én saját életem egy olyan fordulatot vett abban az időszakban, hogy üres lett volna az én életem, ha ez nem így történik. És nekik tartozok köszönettel.